Jó estét kívánok! Az elmúlt percekben a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar műsorát hallották Nagy Dániel karmester vezetésével. Mai szereplésük különösen jelentős a zenekar életében, hiszen hosszú szünet után ismét megörvendeztethetik városuk lakóit zenéjükkel, immár új felállásban. Az utóbbi években létszám problémákkal küzdő zenekar egykori karmestere, Aranyi Imre 2016. februárjában mondott le az együttes vezetéséről. Ebben az időszakban csupán néhány aktív zenész számláló csapat, a Hankó László Zeneiskola ifjúsági fúvószenekarához csatlakozott, annak reményében, hogy egy idő után újra, mint a város fúvószenekara lépjenek színpadra. Az együttes vezetését az ifjúsági fúvószenekar karmestere, a zeneiskola tanára Nagy Dániel vette át. Ennek eredményeként hosszú idő elteltével a felújított próbaterem újra élettel telt meg. Mára körülbelül 15 tehetséges, 10-15 éves gyermek foglal helyet a zenekar soraiban, akik aktívan vesznek részt a zenekar munkájába. Továbbra is a legfontosabb célkitűzésük, hogy minél több gyerek csatlakozzon az együtteshez. Engedjék meg, hogy a zenekar ezúton fejezze ki köszönetét dr. Fülöp Erik polgármester úrnak, illetve Kacár István igazgató úrnak, a Hankó László Zeneiskola vezetőjének, hogy támogatásukkal az együttesnek sikerült újra talpra állni. Aki tavaly decemberben a karácsony hangversenyen ott volt, örömmel tapasztalhatta, hogy ismét van fúvózenekar a Tiszavasvárinak, illetve a Tiszavasvári Zeneiskolának. Hát Dani bácsi, a fúvózenekar vezetőjét nagy tisztelettel köszöntöm. Én azt hiszem, hogy sikerült egy megújulás, és most az augusztus 20-ai fellépésetek volt az, amikor már a zenéhez értők is nyugodtan megállapíthatták, hogy egy kifort, összeszokott csapatról van szó. Elmutatjuk? Remélem, hogy tehát a közönség jó kritikával gondolt ránk, amikor hallgatott minket. Nem mondom azt, hogy kifort, az még forni fog, és mert én olyan ember vagyok, hogy soha nem állok meg, tehát nekem a szint nincs meghatározva. Dolgozgatunk természetesen, nagyon nehéz összeegyeztetni a dolgokat, most két zenekarról van szó, nagyon nehéz választani a repertoárt, a gyerekek még nem állnak olyan szinten, mint a felnőtt zenekar. A felnőtt zenekar nem szeretne játszani egy ilyen kis egyszerűbb dolgokat, de mindent megteszek ahhoz, hogy a kicsiktől nagyokig mindenki jól érezze magát a próbákon, illetve a fellépéseken.
összhang a csapatban, hogy látod? Igen. Elengedhetetlen. Igen. A teljes mértékben, tehát igaz, nekem sok munkám volt benne ahhoz, hogy ez a két csapat úgymond összecsiszolódjon. Most vannak kicsik, vannak Gyuri bácsik, vannak Krisztinénik, akikre úgy néznek, mint egy szülőre, illetve megengedtem azt, hogy egy ilyen baráti kapcsolat is legyen. De akár volt ez akkor, az adja a magáét is. Ezért tiszteletbe tartják a gyerekek a felnőtteket. Mikor a régi fúvózenekar abban maradt, Imi a karmesteri pálcáját szögre akasztotta, nagyon sokan el voltak keseredve, és azt mondták, hogy sajnos Vasváriban megint ennyi volt a fúvózenekar, de szerencsére nem. Kinek köszönhető ez? És ha neked, akkor mennyi munkád van ebben, hogy sikerült összeszedni a csapatot? Elsősorban Trázsi Gyuri, illetve Mándi Krisztina. Ők ketten voltak azok, akik semmiféleképpen nem hagyták volna, hogy ez a zenekar ez ilyen sorssal járjon. Illetve hát Imi is jelentkezett, csak akkoriban én, mikor indítottam egy zeniskolai zenekart, én nemet mondtam Iminek, mert én két zenekart nem nagyon tudtam volna úgymond vezetni, meg az egy nagyobb teher lett volna. De így, hogy Kriszti csatlakozott, illetve Gyuri, meg sokan vannak, akik a felnőttek közül nagyon sokat segítenek nekem, így könnyebb dolgom van. Lehet mondani, csak a szakmai dolgokra kell figyeljek, illetve hát a szakmai dolgokban is Gyuri mondjuk nagyon sokat segít nekem. Külön szólampróbákat tart a gyerekeknek, a felnőtteknek, tehát rendszeresen járnak gyakorolni. Tehát úgymond nagyon nagy munka van. Kriszti a adminisztratív dolgokat, amiben én analfabita vagyok, tehát én nem nagyon szeretem ezeket a papírmunkákat. Krisztelben profi, tehát is ez teljes 100%-osan csinálja, és úgy látom, hogy szereti is. Ennyi. Thank you.
Legfiatalabb csapattag? A legfiatalabb csapattag, most gondolkodom, hogy ki az. Hát Kelly Gordon, ő most úgy tudom, hogy a harmadik osztályt fejezte be, azt nem tudom, 9 éves. Általános iskolában, vagy igen, iskolában? Igen. Általános iskolában? Igen. Aha. Tehát az 9 éves, 8-9 éves lehet. Azon csodálkozom tényleg mindig, hogy pici gyerekek is, akkor ezek a vadászkört, meg ilyen, ilyen igazán nehéz hangszereken, hogy tudnak játszani, hogy tudják egyáltalán megszólaltatni. Mert az tüdő is kell, kell egy bizonyos száj, vagy ajakerősség, vagy én mondom, mint laikus. Nincs semmi, mindegyik hangszernek van saját technikája. Semmi, nincs olyan hangszer, amelyikkel erőt kell kifejteni ahhoz, hogy az megszólaljon. Ha a gyerek megtanulja azt a technikát, igaz, hogy valakinek tehetség által könnyebben megy, valakinek mondjuk egy hónapot kell rászállni ahhoz, hogy az a hangszer megszólaljon. Ahogy megszólalt a hangszer, onnantól kezdve már csak a hangokat tanuljuk is, és úgymond ismert népdalocskákat sikerélményként játszogatjuk órákon. Ki dönti el, hogy milyen számokat fogtok megtanulni? Közösen, vagy amilyen kottát sikerül szerezni, mert tudom, hogy is elég nehéz. Nehéz probléma a kotta. Nagyon sok kotta van a zenekarnak. Most a nyár folyamán szintén Trázsi Gyuri a jobb kezem, lehet mondani. Tehát átvette az összes kottát, rendbe rakta, tehát eléggé káoszos volt a kotta állományunk, de most már úgy kezd kirajzolódni. Nagyon sok ismerősöm, illetve a múltból lévő kollégákkal tartom a kapcsolatot, és akkor így csereberézünk, és akkor így könnyebb megoldani a kotta problémát, illetve próbálom most a fenntartottól is úgymond rendszeressé csinálni azt, hogy minden évben legalább egy ilyen 5-6 kottát vásároljon. Drága egy ilyen kotta? Hát gondolom, mert hangszerekre van lebontva, úgy van. Hát olyan körülbelül, tehát olyan 20 ezertől kezdődnek. Ami én szeretném az, hogy tehát eredeti kottából játszom a zenekar, mert az a tiszta, az a jó. De mivel még egyelőre az anyagi hátterünk az még eléggé kicsi, tehát ezért rá vagyunk kényszerülve, tehát ilyen másolt kottából játszunk. Na most figyelme, tényleg ez, hogy ez megfogott. Ha most te nem a boltba veszed meg, hanem valaki megveszi, lefénymásoljátok és abból játszottok, elvileg az jogsértésnek minősül? Tehát ugyanúgy büntetnek, mint a kazettát másolnál. Igen. Attól függetlenül, hogy tényleg az előrelépés érdekében, hát érdekes, igen. Nagyon nehéz, mert tehát nem csak az, hogy most eredeti kottából, de például ezt a, nézzük ezt az augusztus 20-ai fellépést, az nekünk előre kellett bejelenteni, hogy mi ilyen és ilyen produkciókkal készültünk. Jobb időhivatal felé. Igen. És akkor ezt is nekünk le kell tisztázni.
Érdekes, mert az emberek túlnyomó része úgy van vele, hogy maga a fúvó zenekar a régi katonazenekarból indult ki. Yeah. És az is szinte megszokottá vált, hogyha fúvó zenekar, akkor ilyen indulók, meg különféle ilyen paddukós katonazenék. És ha netán becsúszik a repertoárba egy-két mostani melódia feldolgozva, akkor mindenki úgy szinte kivirul, és érdeklődve várja. Ti ezt tapasztaljátok, hogy sokkal nagyobb a sikere? Természetesen, tehát én a nem csak a gyerekeken látom, a felnőtteken is látom azt, hogy tehát egy modernebb, egy világslágert jobb kedvel játsszák, mint mondjuk azt a Rákóczi indulót, vagy egy bármilyen indulót. De én igyekszem, tehát úgymond nem egy stílust képviselni, tehát minden szeretnék. Én a klasszikus zenét is nagyon szeretem. Próbálok abból is válogatni olyan dolgokat, amik ismertek, de mégis tehát nem annyira unalmas darabok, illetve hát az indulók azok természetesen. Az kötelező a zenekarban, hogy legyen repertoárként. Én egy kicsit úgy idegenkedem a komoly zenétől, mert még kicsikoromban egyszer mondták, hogy megyünk a hatjuk tavára, és én vittem fürdőnadrágot, és kirőgtek. Van ilyen. Ez volt a vicc volna. Van most egy adott létszám a zenekarban. Igen. Tervezitek-e, hogy továbbfejlesztitek, illetve ahogy kerülnek ki az újabbnál újabb növendékek, vagy jelentkezők beférnek a csapatba? Folyamatosan. Vagy ez adott? Folyamatosan bővülünk. Most körülbelül, tehát a kicsikkel együtt 30-an vagyunk. De évről évre ez bővülni fog. Tehát én, amit tudok, ez mindent megteszek, tehát a tanítványaim közül, aki már 2-3 hangot tud fújni, az már, uh-huh. már zenekari tagként lehet nézni rá, de most egy picit lassítok, tehát úgymond az eddigi növendék, aki bekerült a zenekarba, az marad, de már a jövő, tehát ettől az évtől, tehát szeretnék egy úgymond rendesen felkészíteni azt a gyereket ahhoz, hogy a zenekarban érvényesülni tudjon. Uh-huh. Tehát nem csak azt a 3 hangot tudja megfújni, de rendesen le tudja játszani azt a szólamot, és teljes mértékben sikerélménye legyen. Hogy álltok fellépésekkel? Mennyire ismernek benneteket? Mennyire hívnak benneteket? A fellépéseket én most egyelőre nem nagyon akartam úgymond forszírozni, tehát nem nagyon szerettem, nem vállaltam fellépéseket, nem éreztem azt, hogy a zenekar még készen áll. Ez volt az első fellépés augusztus 20-án, ami városi szinten működött. Hívtak nagyon sokan, Debrecenbe is, meg nagyon sok helyre, de szerintem már a jövő évi dolog az már, tehát jövőre már készen lesz a zenekar, tehát olyan szinten lesz felkészülve a zenekar, hogy egy olyan 50 perces műsort tudjon játszani. Tehát a repertoár hiány miatt nem tudtunk vállalni uh-huh. próbálkozni, tehát fellépéseket. Még annyit árulj el, hogy gondolom a fejedben már ott vagy, mi lesz a következő nóta, amit igen? be fogtok tanulni majd. Megvan? Van. Mennyire publikus? Nem titok. Most egy Hans Zimmer válogat, tehát ilyen filmzenékből egy ilyen csókort sikerült megvásárolni, jogtisztán, és tehát ez lesz az első, ami olyan komolyabb darab, amire már, ha sikerül megtanulni és előadni a közönségnek, akkor én arra már mondhatom azt, hogy na, én ezt büszke vagyok, hogy ez egy ilyen darabot sikerült megcsinálni.